Sziasztok, na hát üdv újra itt a csatornám mindenkinek, és mint a címből is olvashattátok, ez egy nagyon különleges videó lenne, ugyanis most következzék a nagy bejelentés. Mondjuk, igen, ez még nem a legnagyobb szám, de én már ennek is nagyon-nagyon örülök, ugyanis meglett a 100 feliratkozó, vagy hát amikor ezt a videót felveszem már, akkor megvan a 101 is. Szóval nekem ez a szám volt az, amit először nagyon vártam nyilván, ezt még tudom, hogy nem az a legnagyobb, ami a többi videóshoz képest, az még tényleg egy kicsi szám, de már azért ez is egy olyan hihetetlen dolog, hogy már 101-en vagyunk itt a csatornámon, és sokat gondolkodtam rajta, hogy most úgymond ennek örömére mi is legyen a ami úgy olyan, nem is az, hogy változás, hanem gondoltam, ugye ilyenkor szokott lenni nyereményjáték, vagy közönségtalálkozó, vagy valami ilyen nagyobb dolog, és ezért gondoltam arra, hogy ugye a csatornámnak a neve jelenleg az, hogy Zsófi Beauty, és a beauty része az kb. Semmivel nem kapcsolatos ez a... Vagy a beauty rész az sehogy sem kapcsolódik ehhez a csatornához, és ezért gondoltam, hogy akkor egy névváltoztatással készültem. De tehát egy névváltoztatás fog most következni, és ugye épp ezért gondolkodtam rajta, hogy ugye ez a Zsófi Beauty, ez sehogy nem kapcsolódik hozzám, vagy ugye nem sminkekkel kapcsolatos videókat készítek, hanem ugye vlogok, mindenféle ilyen tagek, meg hogy ugye így a zenével kapcsolatban, mert már most volt egy pár ugye, de vlog az van amúgy a legtöbb eddig, szóval hogy ugye volt a ruhakészítős is, és még szeretnék egyébként több ilyen divattal, így a ruhákkal kapcsolatos videót csinálni, nem is pont a beauty résszel. Mert hogy ugye vannak ezek a nagyon kreatív nevek ugye YouTube-on is, és nem tudtam pontosan, hogy amúgy nekik hogy jött ez a név. És én is nagyon sokat gondolkodtam, hogy mi is az, ami úgy rám jellemző, vagy úgy hozzám kapcsolódik valahogy. Egyébként először gondolkodtam a fonatom, mert hogy hát most is pont véletlenül be van fonva ugye a hajam, de azt úgy nem tudtam volna olyan kreatívan elképzelni, úgyhogy hát végül ami mellett így döntöttem, ami még nagyon jellemző rám, ruhákkal kapcsolatos, és a nevemmel is jól össze lehet rakni. Zsófrill lett az a név, ami a legjobban megtetett, ugyanis sokan, amikor ugye meghallottam a frill, ez azt jelenti ugye angolul, hogy fodor, vagy hát magyarul ugye fodor, és akkor én az angol verzióját néztem meg, hogy frill, vagy Zsófrill, és hát igen, mert ezek a fodrok, a ruhákon, mindenféle ugye a ruhákkal kapcsolatos dolgokat, ruhákat nagyon szeretem, ugye az nagyon stílusos, meg nem az ilyen nagyon egyszerű, mint például a báli ruhám is, azért nem egy olyan megszokott darab volt, meg eléggé sok ilyen különleges ruhadarabom van, meg nagyon sok van, amin van fodor, meg hát ugye még az, hogy nagyon-nagyon-nagyon szeretem a fodrokat, ugye, hogy minden ruhát egy kis fodorral fel lehet dobni, hogy egy teljesen egyszerű is, akár így lent a szoknya részen, hogyha ugye hosszú ruha, nekem is például amúgy így volt a ballagási szoknyám is, hogy ugye szűk szoknya volt, és egy fodor volt itt az oldalán végig, hogy ugye volt rajta egy fodor, és a fodrok azok ugye olyan feltűnőek, mégis lehet visszafogottan viselni, és hogy olyan különlegessé teszi a ruhát, szóval nagyon-nagyon szeretem a fodrokat, ezért is döntöttem a Zsófrill mellett. És ezért gondoltam arra, hogy legyen akkor a fodor, és ahogy ugye lefordítottam, hát na hát ez pont illik oda, mert szóval hát így döntöttem a Zsófrill mellett, mivel nagyon sok fodros felsőm van, meg ruhám, meg bikinim, szóval így a fodor az, ami ugye a legjobban jellemző rám így a ruhákkal kapcsolatban, hogy ugye a divatos ruhák, meg hogy ugye a videó, vagy a csatornán szeretném, hogyha több ilyen ruhákkal kapcsolatos videó lenne, akármilyen formába, és ezért gondoltam, hogy akkor a Zsófrill, hogy az eleve olyan különlegesen hangzik, olyan gyorsengő név, meg hogy rám jellemző, meg kreatív, meg nem az, hogy kimondottan csak úgy egy témához ragaszkodik, mint például ez a Zsófi Beauty is lett volna. És na hát akkor Zsófrill mostantól a csatorna neve. De attól persze a videókban ugyanúgy Zsófinak fogok beköszönni, vagy... És
új intrót is készíteni fogok, már készül egyébként. Szóval most először a 100 köszönöm szépen nektek ezt a 100 feliratkozót, tényleg. Tudom, mint ahogy mondtam, ez még egy kicsi szám a többi nagy szám között, 50 ezer, 100 ezer, 200 ezer, stb. De én már ennek is nagyon örülök, hogy már 100-an vagyunk, és nagyon szépen köszönöm, hogy követtek, főleg amikor kapok ilyen nagyon pozitív véleményeket tőlem, sokkal idősebbektől is, akár rokonoktól, vagy barátoktól, láttaktól, akárkitől, hogy nagyon tetszik neki, amit csinálok. Tényleg köszönöm, hogy vagytok, hogy követtek engem, mert most nyáron nagyon-nagyon sok videó van, amit szeretnék elkészíteni, már van is felvéve egy pár. Szóval köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem ebben a videóban is, köszönöm még egyszer a 100 feliratkozót, és már most hivatalosan is ebben a videóban Zsófrilként búcsúzom tőletek. Sziasztok!